Engem nem tudnak átverni, meg megtéveszteni, hogy ők házat vettek, meg Audit, meg hogy a három kislányot labdázik a kertben, ugyanis én nem ma léptem le a falvédőről. Tudom, hogy összellopták, meg csalták azt a pénzt. A házra, meg az Audira. Mindenki lopcsal hazudik. Majd pont ők nem, ugye? Meg azok a gyerekek is. Hát ki tudja, kitől vannak, ahogy így elnézem őket. Hát nem azért mondom, de az Anikó, az nekem is meg lehetett volna. Nem is nagyon passzolnak össze a férjével. Az Anikó az különben is magasabb. Én nem szólok bele, csak mondom. Én egyedül élek. A feleségem bekerült a pszichiátriára. A harmadik feleségem is. Meg a nővérem is. Azzal vádoltak meg, hogy nekem lenne ott a helyem, és nem nekik. Együtt éltünk, igen. Viszont ők meg olyan emberek, akik nem tudnak alkalmazkodni. És engem vádoltak meg, hogy megfélemlítettem őket, meg tönkretettem az életüket. Amiből egy szó sem igaz, persze. Én nem bírom a hazugságokat. Egy őszinte ember vagyok, ami a szívemen, az a számon. Hogy a szomszéd kutyáját megmérgeztem, igen. És akkor mi van? Nekem is szükségem van az alvásra. Meg szóltam is nekik előtte, hogy túl sokat ugat a Cézár. Én egy relatív nyugodt ember vagyok, de ha nincs meg az a 8,5 óra alvásom, én nem garantálok semmiért. Ők meg nem vettek engem komolyan. És akkor most én vagyok a rossz, ugye? Meg az, hogy én nem nagyon szeretek segíteni másoknak. De ezt meg is mondom. Nekem sem segített senki. Megtanultam az életben, hogy keménynek kell lenni. Nem, majd én segítek nekik, ugye? Ők meg majd szépen ellenem fordulnak. Ismerem én ezt a segítősdit. Köszönöm. Azzal is megrágalmaztak, hogy amibe én belefogok, az soha nem lesz készen. Hogy halmozódnak körülöttem a befejezetlen dolgok. Csak ez nem igaz, mert ezt az élet hozza így, mit tehetek én róla? Én vagyok a dolgok elszenvedője, nem mások. Itt elsősorban rólam kellene, hogy szó legyen, nem róluk. Az én sérelmeimet, azokat ki fogja orvosolni? Jönnek nekem itt egy döglött kutyával? Hát ki kíváncsi erre? Soha rosszat nem tettem senkivel. Ha meg tettem, akkor az élet akarta úgy. Úgyhogy nekem ne magyarázzanak bele a dolgaimba, mert én ismerem az életet, maradjunk ennyiben, jó?